Egérke, ha valakit nagyon szeretnek ebbe az országba, te vagy az. Hogyan érzed ezt a szeretetet? Például, hogyha megyek az utcán, mondjuk egy nagyon nehéz edzés után fáradtan, és éppen gondolkozom, hogy hát akkor most csináljam, vagy ne csináljam. És pont olyankor szoktak mindig odajönni, hogy hát gratulálnak, milyen örömet szereztem nekik, és hogy csak így tovább, mert hogy sírtak is, és azért az egy kicsit úgy ösztönöz arra, hogy akkor mégis jó. Pedig nem gyerekjáték, hisz nem tegnap kezdtél úszni. Mikor kezdtél tulajdonképpen? 3,5 éves koromban. Hány kilométert tettél meg a vízben eddig? Hát szerintem a földet már körbeúztam. Nem gyerekjáték, az sem. És mit érzel olyankor, amikor ilyen több száz kilométeres távokat napról napra, hétről hétre neked úsznod kell a vízbe? Hát elég monoton. Mondom, néha úgy elgondolkozom rajta, hogy van-e értelme csinálni, de aztán mindig ott maradok. Én, ha például ilyen 10 kilométereket futok, akkor mindig ilyen nagyon jó ötletek jutnak az eszembe. Neked szoktak eszedbe jutni ötletek? Nem, én énekelni szoktam. Miket? Hát ugye, ami eszembe jut, ami vagy ami éppen a sláger, vagy pedig ami úgy eszembe jut. Csak abban meg az a rossz, hogy nem lehet elfelejteni, szóval át akarok térni egy másikra, mert ritmust kell váltani, és nem lehet. Egérke, érzékeled azt, hogy hol tartasz, hol vagy éppen a versenyben, milyen helyezésen? Igen, lehet érezni, csak az 1-es és a 8-as pályát nem annyira. És mi van akkor, ha érzed azt, hogy a riválisodnak csak a lábát látod? Hát akkor mindent beleadok. Szóval van valami taktika például egy ilyen versenyen? Hát minden számban különböző a taktika. Tehát 200 háton is más, 400-esen is más, és hát végül is 100 háton meg nem lehet taktikázni. Hogy beleugrasz, azt repeszteni kell. Igen. És mi jut eszedbe, amikor fölállsz a startkörre egy ilyen olimpiai döntőben? Az olimpián, megmondom őszintén, örültem, amikor már felálltam a rajtkörre, mert addig izgultam. És amikor meg már beugrottam a vízbe, akkor meg már az edzőm izgult, én meg már úsztam. Kihez fohászkodsz? Járok pszichológushoz, de amúgy versenyek előtt pedig Istenhez szoktam. És akkor mit kérsz Istentől? Hát csak azt, hogy édes Istenem, segíts. És eddig még segített, hisz nyerte 4 olimpiai bajnokságot, 3 Európa bajnokságot és 2 világbajnokságot. A helyezésekről ne is beszéljünk. Minden egyes alkalommal fohászkodsz az Úrhoz? Hát minden egyes szám előtt, akkor ezt így mondom. És eddig mindig segített? Eddig segített. Mit szeretsz? Nem, talán kipróbálnám az ejtőernyés ugrást. Miért? Mert az úgy izgat, hogy milyen lehet. Meddig akarsz úszni? Hát most 2 évet terveztem biztosan előre, és hát utána majd meglátjuk. Na most az biztos viszont, hogy megakadáztok abba, hogy beugorja a medencébe, lehúzza a mai 20 000 méteredet, úgyhogy nem is tartalak föl. Hello, bajnok! Ja, és engedd meg, hogy... De mivel most én segítettem a te munkádat, te segítesz az enyém, és bejössz velem. 1, 2, 3!